Gyerekek! Májáztak egy 10 kilósot reggelire. Felit ma majd nem békaptam egy leütőmbe. Na, most megtelt a pocim, úgyhogy mondom, menjek egyet ki a kártba, szétnézek. Nézzük meg az én dinnyéimet, mert ezek ugye boltdinnyék, piacon vettem. De hadlám, hogy hogy alakulnak az én dinnyéim. Jó reggelt, Vakia! Mi a helyzet? Viszem a cóstokot is. Méteres lemére. Sáros a hátad, mibe feküdtél belérek? Na, csak lesz valami ezekből a kicsi banánokból. Kicsit csökevényesek, egy néhány össze is van nőve. De valami lesz. Na, hol van dinyelám? Van itt egy. Nem túl nagy ez még. Hát elő volt egy pár jó nagy darab. És a túlsó felén es. Na, hadd le. Ja, minap nem videóztam arról, de hátrahoztam ide a markolót, csak kicsit itt markoltam. De elég gyengén nagy elé, pedig jó hűvös volt, de csak vagy 10 percet ment. Holy shit, man. Holy fuck, Rocky, did you see this, man? Oh my god. Oh my dog. Gyerek, delekik. Lássátok ezt! Ha? Óriási! Meg is mérjük. That's 13 inches. 13 inch hosszú. Az mennyi? 40 centi? És 7 inch széles. Nem rossz, mi? Még van ott egy-kettő. Ezek azt hiszem másfajták. Ugye két fajta magot tettem ki, a fehér magot és a fekete magot. Ús, a íz és a sárga dinnye ott nem megérve van le, ki is kezdték a rovarok. OMG! Nézzétek itt is! Azt a hely! Lássátok-e mekkora? Les kéne csipjem ezeket tovább, ne nőjenek. Ha balat nőjenek, virágozzanak, mit számít. Wow, ez is akkora, mint a még nagyobb ez, mint a másik. Holy shit. 14 inches. És majdnem 8 széles. Itt van még egy kis döblec. Na, de honnan tudom, hogy mikor vannak kész, gyerekek? Még szerintem nincs, mert a szára itt még nem kezd fonnyadni. Van, aki azt mondta itt, amikor az... Nem a szára, van, aki azt mondta, ez a kicsi levél, amikor kezd fonnyadni, vagy mit tudom én. Mondjátok már, meg kell googlezzem, honnan lehet tudni, mikor van kész a dinye. Még nem peng eléggé. Hosszám itt. Na, de itt mennek, még nőnek mindenfelé. És ezek a sárga dinnyék. Egy-egy már el van rohadtba, nem figyeltem oda, le kellett volna szedjem. Na mindegy. Na jó, nézzük még itt meg túlfelül. Ah, nem rossz ez. Úgyhogy a kezem se tettem rá. Semmi erőfeszítés nélkül. Na, itt is jönnek, mennek az indák mindenhol. Itt van egy kis dömböc. 8 inch hosszú. Nem túl nagy. Itt jön ki a másik. Na, de ki tudja, hogy az is lát itt a bokorban már. Rájtőzik valahol egy nagy darab. Ki kell húzzam a kórékot. Ott van két kisebb.
Ja, kicsit ki kell húzzam a kól, ki kellett volna már hamarabb húzzam, de mindenre nem jut idő. Amelyek árnyékban vannak, azok nem nőttek még. Na, itt jött még egy ki. Vakia. Na, itt is látok egyet. Ja, de faénka. Nyúcincses. Feltreng egyet a tűben, esetőre egy gyerek. Túl sok a gyom, itt hely, ki kell húzzam őket, le kell kaszaboljam a macsettivel. Na, hadd lám itt. Na, egy itt is jövöget. Kisi körte formájú. Ezen a felén. Itt nincsen. Na, hova tettem még? És leveleket látom, egy gyümölcsöt nem látok. Nézzétek meg a kicsi barackokot. Egyik nagyobb bocska, ez be is van ma nézve. Még nem, még kőkemény. Hallom, a méheket jönnek a Sweet Almond Bushra. Nagyon bírják ezt a virágot, én is bírom. Olyan jó illata van. Oh yeah. Valaki szereted a Sweet Almond Bush illatát? Na! Hol van még dinyelám? Itt még virágzik, sárga dinye. Már volt egy pár, amúgykor egyet honnan, azt hiszem onnan szakítottam le. De be van itt nőve, teljesen látszik mindenhol, megy a dinyes, virágzik. De jó van a méhecske, a virágján. Döngik őket, lássátok. Közben kell figyeljem a lábamot, nehogy tűzhangyák megtámadjanak. Na de hol vannak a gyümölcsök? Itt van egy néhány sárga dinye. Na, ott egy megint elrohadt. Melyeket tudnám meg leszakítani, megkóstolni? Ez úgy néz ki, hogy kész van. És még hagyom egy pár napot, s bérik, elég kicsike, de... Na. Ennyi volt. Tényleg? Tényleg csak ennyi? Ne. Ne, hol van a döbrögi? Elbújt a fűbe, alig vettem észre. Nézzétek! Ha? Fájintos! Na! Így szerettek én termelni, gyerekek, lássátok-e? Én csak kidobom a magot, és aztán a többit a természettel intézze. Persze nem kapok olyan jó eredményt, mint hogyha menedzselném, s törődnék vele, s mit tudom én, mit csinálnék, gyomoznék, öntöznék, taknyolnék vele. De nekem ez az eredmény is jó. Ugye? És ez még csak a kezdet, ugye? Hát ezek csak ilyen kezdetleges próbálkozások.
Még ugye talaj nincs felépítve, ugye csak ilyen homokos csalaj van hájénként, azért ültetek csak hájénként, ugye, mert csak oda tudok ültetni, ahova behoztam sok múlcsot, és már kezdett lebomlani. Na, de még nem elég gazdag a talaj, ugye, ez csak egy halom múlcs, ami lebomlott, de még fel kell építsem a talajt. Úgyhogy egyre jobb lesz az minden évben, ugye több múlcsot hozok be, meg mindenféle cuccot. Jobban felépítem a talajt, és jó. Ennek érzem már az édes illatát. Tehát, hát képzeljétek el, mikor van az egész 2 hektáron, ugye ki fogok szórni mindenhova több száz dinnyemagot. És már csak ebből ugye, hogy ezekbe a halmocskákba ültettem egy néhányat, van lesz itt vagy 10-15 dinnyém, 20. Mikor az egész területen így elszórok pár száz magot, akkor lesz több száz dinnyém. És a dinnye ugye az csak egy dolog, aztán a hónap, a banán, az avokádó, a jackfruit, a szapodillas, a guávas, a többiek. Meg egyéb zöldségek is, ugye majd zöldségágyakot kell csináljak. Vannak zöldségek, amiket nem lehet csak így kiszórni, mint a dinnyét. Paradicsomot is ki lehet szórni, például láttátok a banánok tövibe. De van, amit nem lehet csak úgy kiszórni, mert például a saláták, s az ilyesmi, azok egy kicsit ilyen kényesebbek. Na de együtt, ha már itt vagyunk, nézzük meg ezt a hátsó fertajt is. Vakia. Hát itt is kúsznak, másznak. A dinnyék itt van egy kicsike, de valamit nem akar nőni. Ó, már megvan rohadva az alja, oké, le is szakíthatom akkor. Itt látom a szép nagy sárga virágokat, de még gyümölcsöt nem látok. Ja, hát ez nem dinnye, ugye ez valami tökféle lesz. Hát a virág után jön a gyümölcs, ugye. De mi van itt még, paradicsom? Lássátok ki a sok pampit. Minek karózzom fel, miért dolgozzak vele? Mennyi lesz, annyi lesz. És nekem úgyis jó van. Kisebb, nagyobb paradicsomok. Véletlenszerűen. Fájén kicsi fűrtök, cseresznye paradicsom. Egy részik áruhod, lásik. Az is a lényeg ebbe, hogy jó vannak. Így nem mindeniket kell megenni és leszüretelni. Értitek-e? Mert kell hagyni másoknak is, a madaroknak, a rovaroknak, ők is kell legyenek. És már csak azért is nem szeded le mindeniket, hogy hagyod, hogy egy néhány lássen belőlük, áruhod, és a magjából új paradicsom nő ki. És akkor nem kell újból ültessed. Dinnyével is ugyanez a helyzet, azért nem bánom, hogy áruhod egy pár. Áruhod, lebomlik, a magja megy vissza, és kezdődik előről, és munkácsporul, meg nekem nem kell ültessek. Úgyhogy a lényeg az, gyerekek, nekem például legalábbis, hogy minél kevesebb erőfeszítéssel termeljem meg azt, amire szükségem van. És nem az a lényeg, hogy minél többet termeljek. Minél kevesebb erőfeszítéssel, és így több időm jut ugye egyéb dolgokra, meg lazulni, meg család, meg kirándulni. A jövőben ugye mostanában nem nagyon van még család, meg kirándulás, de
Hogy jön, tudjátok minden dolog a maga idejében. Na. És így akkor kertbe megterem az étel, nyugodtan, kényelmesen. Kimész, leszeded, amik kell, egy dinnyát, paradicsom, banán, krumpli a földből. És kész, nem kell kínlódni. Na, de ugye addig késő, amíg az első néhány év, amíg kialakítod a dolgokat, beültetsz mindent, megépíted a rendszert. De egyszer, mikor már beindult az egész rendszer, akkor megkönnyül a dolga az embernek. Lehet menni nyugdíjba. Ja. Lepülő. Na, cike. Biztos milyen bóha akkor csak. Na jó. Menjek, mert még az egy dolog van, gyerekek. El kell építsem a tornácot. Ja, álljak neki a deszkákat, fogassam les. Halod, ás legyen!